Mintegy 25 ezeren tüntettek tegnap a prágai Vencel téren a cseh kormány politikája ellen. A demonstrálók a kormány lemondását, valamint az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás leállítását követelték. De tiltakoztak az elszegényedés és a tervezett nyugdíjreform ellen is. Békét akarunk, skandálta a tömeg a prágai Vencel téren szombat délután. Mintegy 25 ezer ember vonult utcára a cseh fővárosban az egyik parlamenten kívüli párt felhívására. A nemzeti színű zászlókat lengető demonstrálók sípolással és kormányellenes jelszavakat kiabálva követelték Petrő Fiala miniszterelnök kormányának lemondását. Emellett azt is követelték, hogy a kormány állítsa le Ukrajna masszív katonai támogatását, és az ukránok helyett a cseh lakosság gondjaival foglalkozzon. Mennyibe kerül a háború támogatása Ukrajnában? Az orosz-ukrán konfliktusban a kormány csak olajat önt a tűzre, ahelyett, hogy mindent megtenne azért, hogy béketárgyalások legyenek, mondta a tüntetés szervezője. A demonstrálók a magas infláció, az elszegényedés és a nyugdíjtörvény módosítása ellen is tiltakoztak. Csehországban az év első két hónapjában a pénzromlás mértéke megközelítette a 18%-ot. Nem értünk egyet a kormány irányvonalával. Petrő Fiala szerint az ellenzék populista, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb populista maga Petrő Fiala, mondta egy nő. A tüntetés szervező párt elnöke bejelentette, amennyiben nem teljesítik a követeléseiket, április 16-án ismét utcára vonulnak és blokád alá vonják a kormányépületeket. A tüntetés végén egy néhány száz fős csoport kivált a tömegből és a Cseh Nemzeti Múzeum elé vonult, ahol az épület homlokzatán lévő ukrán zászló eltávolítását követelték. Miután erre senki nem reagált, többen megpróbáltak behatolni az épületbe, de a rendőrség kommandósai ezt megakadályozták. Tulakodás alakult ki, a rendbontás miatt 15 embert vettek őrizetbe. A cseh belügyminiszter orosz barát személyek akciójának minősítette a tüntetést, és azt mondta, hogy a rendőrség beavatkozása törvényes és szükséges volt.